Futáshoz ideális, kellemes, hűvös idő várta a mezei futó diákolimpia versenyzőit. A rozgonyisok közt is akadt olyan, aki már a korábbi években is nekiveselkedett a körönként nem egészen egy kilométeres távnak. Eddig voltam 9. és 18. Most szeretnék egy kicsit előrébb menni. A gyerekek 9 futamban mérhették össze a gyorsaságukat és a kitartásukat. Kategóriánként változó távot 1, 2, illetve 3 kört kellett teljesíteniük. Azzal a komári váradi Rolanda mezőny élén végzett. Majdnem minden nap, otthon is, és iskolába is. A Gersei Vörös Sándor Általános Iskola nebulói közül többen is előkelő helyen végeztek, köszönhetően annak, hogy megfogadták felkészítőjük tanácsait. Sokat edzettem rá, és az elején próbáltam egy kicsit úgy lassabban, és a végén kezdtem belehúzni. Dombon mentünk, akkor nem olyan gyorsan kellett, mert jobban fáradunk. Meg hát az elején lassan kellett, aztán utána kellett gyorsítani. A megmérettetés az iskolák közti csapatbajnokság első fordulója volt. A folytatás várhatóan tavasszal lesz. Nem annyira az eredmény a lényege, hanem a tömegesítés. Azt szeretnénk, hogyha minél több gyerek ráérezne arra, hogy valóban jó dolog futni. A célbaérés örömében végül 401 általános és középiskolásnak volt része. Az iskolák versenyében a rozgonyisok végeztek az első helyen, a második a Kőrösi iskola lett, a harmadik pedig a Péterfi iskola.